Közösen vágták fel a tortát és mosolyogva hallgatták a beszédeket. Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter volt a díszvendég a Lungodrom szombati kongresszusán. A roma szervezetet Farkas Flórián, a miniszterelnök Róma ügyi megbízottja vezeti. A helyszínt körbe kordonozták, csak az állami hírügynökséget, az egyik kormány közeli napilapot és a helyi tévét engedték be. Farkas Flórián most sem nyilatkozott. A miniszter együttműködési nyilatkozatot írt majd az állami hírügynökség szerint Farkas Flórián dicsérte. Balogh Zoltán azt mondta, az országos roma önkormányzatnak volt négy botránymentes éve, amikor Farkas Flórián volt az elnök pedig épp az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálata állapította meg, hogy a Farkas Florián vezette országos romai önkormányzatnál 1,6 milliárd forintot költöttek el szabálytalanul a híd a munkavilágába programra. Fizetésekre, irodabérlésre, autókra ment el a pénz, munkahelyeket azonban nem hoztak létre. A programot azóta az adóhatóság és az Európai Csalás elleni hivatal is vizsgálja. Ennek ellenére a lungodrommal májusban a Fidesz is együttműködési megállapodást kötött. A párt szóvívője szerint a szabálytalanul elköltött 1,6 milliárd forint nem ok arra, hogy ne bízzanak a Farkas Flórián vezette szervezetben. Óriási hiba lenne, hogy ha bármilyen feltételezett vagy valóságos ügy miatt a szervezetnek a jelentőségét az csorbítanánk, és ilyen értelemben ez az együttműködés az csorbát szenvedne, vagy elmaradna, ez nem történhet meg. Az MSP elszámoltatná Farkas Floriánt. Mentelmi jogát függesszék fel, és bilincsbe verve vezessék ki a parlamentből, és történjen meg vére a számon Farkas Floriánnal szemben is. Kerestük a kormányt, hogy miért épp a Farkas Flóriánhoz kötető roma szervezettel állapodtak meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a Lungodromnak van a legtöbb tagja. A megállapodással pedig azt szeretnék elérni, hogy a programok végrehajtása folyamatos és eredményes legyen.